Sziasztok! Gyuri Szabolcs vagyok. Az elmúlt időben Linux szervereket üzemeltettem egészen az utolsó fél évig, amikor úgy alakult az életem, hogy egyre kevésbé foglalkozok velük. Amikor megfogalmazódott bennem az ötlet, hogy kéne csinálni egy előadást az Ansible-ről, akkor még aktívan használtam. Közben egy kicsit változtak a dolgok. Meg szeretném kérdezni itt az előadóban ülőket, hogy kik azok, akik ötnél több szervert üzemeltetnek, amik nagyjából egyforma konfigurációval mennek. Hát vagyunk azért egy páran. És kik használnak valamiféle automatizációs túlt ahhoz, hogy ezeket a gépeket konfigurálják és üzemeltessék? Nagyszerű. Hát ez majdnem ugyanaz a mennyiség volt. Úgyhogy nem is húznám az időt tekintettel, hogy elég kevés idő van erre az előadásra. Először egy kis történeti áttekintés arról, hogy én hogyan keveredtem oda, hogy ilyen túlokat használjak. Még 2006-ban a Linux konferencián Irling Endre tartott egy előadást a CF Engine-ről, ami engem nagyon megfogott. Nagyjából így nézett ki a bevezetője. Hát nem tudom, hogy mennyire lehet olvasni. Nagyszámú szerverek konfigurációja, működtetésének ellenőrzésére szolgál, képességek kivonata, blablabla. Bla. Mindezt mesterséges intelligencia nélkül teszi, de megfelelő természetes intelligenciával támogatva, például rendszergazda sok kényelmetlen rutin feladatot megold helyettünk. Nem akarok más tollával ékeskedni, de gyakorlatilag most is nagyjából itt tartunk, hogy intelligencia nélkül, viszont nagyon sok rutin feladattól megszabadít bennünket mindenfajta ilyen automatizációs eszköz. A lényeg az volt, az ő előadásának a végén elmondta azt a varázsmondatot, hogy CF Engine nagyon jó, de találkoztam a Puppet-tal, és el kell mondanom, hogy amit a CF Engine-nel megcsináltam egy hét alatt, azt a Puppet-tal képes voltam két nap alatt megcsinálni. Úgyhogy én a CF Engine-t már nem is ismerem, tehát én egyből a Puppet-re ugrottam rá, és azzal kezdtem el foglalkozni. Még 2006-ban gyakorlatilag a konferencia után rávetettem magam. Én nagyon megszerettem ezt a túlt. Sok minden szép dolgot sikerült vele megcsinálni, hasznosnak találtam. Aztán volt 2010-ben egy ilyen kis kiugrásom, hogy nézzük meg, hogy mit tud a Chief a Puppethez képest. Azt megkérdezném, hogy CF Engine-nel valaki foglalkozott-e itt közületek? Nem? Puppet-tal? Igen, ezt sejtettem. Chief esetleg? Oldalvizen valahogy behajózva, semmi. Nekem is eléggé gyors volt, tehát egy fél év után feladtam, mondjuk én inkább Debian szervereket használok. Úgyhogy visszakanyarodtam egy kicsit a Puppet-hoz. Közben volt munkahelyváltásom is, ott igazából a Puppet az jobban előtérbe került, illetve 2015-ben kerültem át az IT Services Hungary-hez, ahol egy agilis projektben OpenShift-tel foglalkozunk. Az OpenShift-et azt a Red Hat által gondozott Ansible automatizációs túllal lehet deployolni, és azóta is nagy kedvelője vagyok ennek a fajta szoftvernek, ami viszonylag friss, teljesen más a filozófiája a Puppethez képest. Első nekifutásra, hogyha valaki megnézi, akkor azt fogja látni, hogy ez gyakorlatilag egy SSH felturbozva. Azért ennél mélyebbre lehet menni ezekben a dolgokban, és nagyon félre is tudja vinni az embert, hogyha ezt a gondolkodást, ezt így alapnak tekinti az Ansible-lel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy nagyon sokszor láttam követve,
azt a féle metódust, hogy ha már van egy SSH-nk és oda be tudunk menni, és egymás után szépen le tudunk futtatni különböző parancsokat, akkor gyakorlatilag már meg is vagyunk. Azért ennyire ne menjünk előre, illetve nem maradjunk meg ezen a szinten. Igen, ez a slide gyakorlatilag pont erről szól. SSH bejelentkezik, tehát agent nem kell hozzá, nem úgy működik, mint a Puppet, hogy esetleg az adminisztrálni, beállítani való gépeken fut valamilyen program, és akkor ő folyamatosan kapcsolatban van egy szerverrel, és onnan lehozza mindig az aktuális beállításokat, majd ő megcsinálja, hanem ez igazából az Ansible egy nálunk egy dedikált gépen lévő beállítás csomag, amit el lehet indítani, utána fölmegy a különböző szerverekre, a szervereke felmásolja a különböző parancsokhoz, beállításhoz tartozó egyéb fájlokat, amiket utána lefuttat, beállít, odamásol, template, stb. Megcsinál, majd a végén ezeket az átmeneti állományokat, ezeket törli. Mindezt SSH-val, SSH agenttel, illetve SSH klienssel valósítja meg. Így gyakorlatilag el kell mondani azt, hogy mindenféle szenárió működik, tehát meg lehet neki adni SSH jelszót is, meg lehet adni neki SSH kulcsot, képes sudót használni, tehát nagyon szépen lehet árnyalni azt, hogy milyen fajta biztonsági technológia az, amit megenged a szervezet, és hogyan lehet különböző szerverekre SSH-val a végén bejutni. Az Ansible-nek alap esetben kétfajta működési módja van. Az egyik fajta működést látjátok itt, amikor simán az Ansible parancsal egy inventory file-ból, ahol definiálva vannak a különböző szerverek, meghívunk egy Ansible modult. Ez a modul ez rengeteg dolgot meg tud csinálni. Gyakorlatilag a későbbiekben látható feladatgyűjteményekhez tartozó modulokat, bármelyiket itt meg lehet hívni. Van egy shell modul is, egy command modul is, ahol ki lehet adni parancsokat. Hát most például ez annyit csinál, hogy egy gyors ping erejéig megszólítja az összes webszerver csoportban lévő gépet, és a válaszokat visszaadja nekünk a konzolra. De ugyanígy akár ezzel a metódussal egy mshell-a reboot-tal az összes gépet újra lehet indítani, amelyik egy megadott csoporthoz tartozik. Itt gyakorlatilag a végén a webszerverek az mondja meg a host csoportnak a nevét, ami az inventory file-ban van definiálva. Ennél lényegesen bonyolultabb és a lényegét adja ennek az egész Ansible-ös történetnek a következő slide, illetve amit elmond a működésével kapcsolatban. Az Ansible kötője playbook-i inventory, és akkor utána a playbooknak a file-nak a neve, ami annyit tesz, hogy különböző parancsokat egymás után leírva egy YAML leíró file-ban képes végrehajtani egymás után különböző host csoportokon. Ehhez ugye egyfelől használunk egy inventoryt, ahol a host csoportok vannak definiálva, illetve a csoportokhoz lehet változókat beállítani, amik későbbiekben akár egy templétnél, akár egy belső változónál felhasználásra kerülnek. A playbook tartalmaz playeket, ezek különböző host grupokra vonatkozóan kigyűjtött parancs listák gyakorlatilag. Ezekbe a parancs listákba betagozottatnak rólok, amiknek a vége az gyakorlatilag a ról egy-egy bizonyos feladat létrehozására használható leírás csomag. Most ez egy kicsikét bonyolultan hangzik,
Tehát például, hogyha egy Apache-nál akarunk egy V-hostot, egy virtuál hostot beállítani, arra megírhatunk egy role-t, aminek lesznek bemeneti paraméterei. És ezeket a bemeneti paramétereket, köszönöm szépen, 5 perc van vissza, akkor belehúzunk. Ezeket a bemeneti paramétereket lehet változtatni, mint playbook szintjén is. És ezeket szépen össze lehet egymás után fűzni. Viszont, ha valaki ennyire nem akar az elején nagyon belebonyolódni a struktúrába, gyakorlatilag, amit le van írva, mint playbook, play, role, fájlok, sablonok, ezeket össze lehet gyűjteni egyetlen egy YAML fájlban, és a playbookban lehet tárolni. Tehát igazából, amit mögötte láttok, ezek a play, és a play az még része a playbooknak, viszont a role-ok, azok kimondottan könyvtár struktúrába rendezett fájlokat jelentenek, és úgy épül fel a dolog. Akkor gyorsan végigmegyünk rajta. Az inventory az nagyjából így néz ki, ez gyakorlatilag egy ilyen Windows ini file struktúrát jelent. Itt látszik, hogy például az Atlanta az egy host group, ahhoz hostok tartoznak. Ezeket a host groupokat össze lehet kötni egyébként, tehát meg lehet adni egy felsőbb csoportot, amire utána később lehet hivatkozni. Ott a végén látszik, hogy kettős pont varsa, hogyha megnézitek, föl lehet paraméterezni, tehát különböző változókat lehet definiálni a megadott csoporthoz. Illetve hát ugye a children mondja meg, hogy például az USA host csoportba a Southeast és a Northeast alcsoportok tartoznak bele. A playbook gyakorlatilag imidzsen néz ki, először a minusz hostnál definiálva van a host csoport, amire érvényesek lesznek a parancsok. A vars megmondja, hogy esetleg még felül lehet definiálni változókat, hogyha szükség van rá, a remote user megmondja, hogy rootként fogunk bejelentkezni valahova. A tasks mondja meg egyenként, hogy milyen feladatokat kell elvégezni, ezeket mind névvel el lehet látni, majd látszik az, hogy például egy yum, kettős pont name, httpd state létezt, az azt jelenti, hogy feltelepíti a httpd daemont, és mindig, amikor lefuttatjuk ezt a playbookot, akkor az utolsó verzióra fogja mindig befrissíteni. Itt látszik a következőnél, hogy egy config file-t ír meg, ezt a template-ből teszi, a Notify-vel meg gyakorlatilag utasítja az Apache-ot egy újraindításra, ezt úgy teszi meg, hogy a restart Apache, azt ha a végét megnézitek a slide-nak, akkor a handlers-nél van egy ilyen, hogy name restart Apache, ami azt teszi meg, hogy a service modult meghívva a HTTPD service-t újraindítja, és itt fontos, hogy restarted a state, és nem restart. Nem megcsinál valamit, hanem egy előre definiált állapotot hoz létre, és állapotra hozza magát a rendszert. A role-ok gyakorlatilag annyit tesznek, hogy külön lehet választani a változókat, default értéket lehet adni a változóknak, illetve hogy a task, amit láttok, a handlers, mindegyiket külön könyvtárba szét lehet venni, és külön fájlokban lehet gyűjteni. Ez talán néha sokkal átláthatóbbá tudja tenni magát a struktúrát, illetve a különböző problémáknak a megoldásához tartozó playbookokat. És itt, ami a legfontosabb ennél az egész Sensible-nél, aminél mellett nem nagyon tudok elmenni, hogy ugye nagy a kísértés, hogy úgy tekintsünk rá, mint egy SSH, bemegyünk, végignyomjuk és kész. Sokszor láttam még olyan bash scriptet is, hogy még egyetlen egy parancs visszatérési érték sincsen lekezelve. Tehát elindulunk valahol, nyomjuk egymás után a parancsokat, sehol nincsen visszatérés ellenőriz, valahol elbukik a dolog, nem tud bemenni egy könyvtárba, majd kiadjuk az RM csillag parancsot, és nem is abba a könyvtárba töröljük a fájlokat, ahol akartuk.
de nem foglalkoztunk vele. Tehát itt is nagyon oda kell figyelni, hogy nem az van, hogy meghívjuk a shell modullal a SAMScript SH scriptet, és annak a kimenete az belekerül a samelog.txt-be, mert hogyha újra lefuttatjuk ezt a playbookot, tele fogja újra, hozzá fogja írni a samelog.txt-hez a kimenetet, és ezt nem akarjuk. Hanem minden esetben át kell gondolni, hogyan tudjuk azt elérni, hogy mindig a megadott állapot legyen a végcél, és nem azt, hogy egymásra görgetünk valamit végtelenségig, hanem itt például a shell megnézi, ha már létezik a samelog.txt, akkor nem futtatja még egyszer le, mert nincsen rá szükség. Egészen jó leírások vannak az alábbi oldalon az Ansible-höz, illetve van egy kickstart videó, mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe. Nagyon jó anyag. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet.